Köszöntöm nézőinket, az Öböl Televízió hír összefoglalója következik. Nézzük kiemelt híreinket először röviden. Nemzeti ünnepünk, méltó megemlékezések térségünkben. Vers és rajzpályázat litéren, rangos kiállítás a Művelődési Házban. Adáskörzetünk valamennyi településén tartottak ünnepi megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Multidéző programokkal, koszorúzással tisztelegtek a hősök emléke előtt. A szónokok felelevenítették a történelmi napokat. Külön tisztelettel emlékeztek meg azokról, akik maguk is részesei és elszenvedői voltak a politikai időknek. Kifejezték köszönetüket és hálájukat az utókor nevében. Balaton-Almádiban büszkeségpontot avattak Ungár József mártír emlékére. Most a települések megemlékezéseiről szóló összeállításunkat láthatják. Azok a fiatalok, akik 60 évvel ezelőtt az utcára mentek, hétköznapi emberek voltak. 1956. októbere hősiességet és önfeláldozást követelt, és ők akár az életüket is feláldozták Magyarországért, a szabadságért és a függetlenségért. De nem csak fiataljaink, hanem apáink, anyáink, nagyanyáink, nagyapáink, minden szabadság szerető ember összefogott akkor. Emelte ki ünnepi beszédében dr. Kontrát Károly államtitkár Balaton-Almádiban az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára szervezett ünnepségen. Hozzátette, példaképek nélkül nincs jövőnk. A hősök tisztelete önmagunk tiszteletére tanít. 56 hősei példaként állnak előttünk, akikre nap mint nap felnézhetünk. Felnézhetünk a pesti srácokra és az almádi hősökre is. Kötelességünk 56 személyes hőseinek bemutatása, emlékük méltó ápolása, hogy gyermekeink, unokáink is ismerjék meg a nevüket és arcukat. Emlékeznünk kell, ez a szabadság, amely megadatott nekünk, nekik köszönhető. Nekik, akik harcoltak, kitartottak a barikádokon, akik az életüket adták a szabadságunkért. 56 hőseinek az őket megillető helyre kell kerülniük a nemzeti emlékezetben, és 60 évvel a forradalom és szabadságharc után végre vissza kell, hogy adjuk a forradalom dicsőségét azoknak, akiket megillet a hétköznapok hőseinek. Az ünnepi beszéd után Jordán Tamás színművész versekkel idézte meg a 60 évvel ezelőtti eseményeket. Személyes emléket is hozott, 13 évesen édesapjával jelen volt a Sztálin szobor ledöntésénél, majd testvérével Kossuth címet rajzoltak, és az élelmet szállító autók szélvédőjére tűzték. Most, hogy hallom, hogy Almádiból is küldtek élelmiszer Budapestre a körtérre. A körtér volt a mi központi helyünk, tehát merészen feltételezem azt, hogy akkor, mikor a szélvédőkre ragasztottuk a címereket, és megöleltek minket a pilóták, meg a melósok, akik hozták ezeket az élelmiszereket, kaptunk kaját. Tehát lehet, hogy Almádiból küldött krumplit vittem haza az édesanyámnak. Balaton-Almádiban már a forradalom előtti években is éltek olyan fiatalok, akik szembeszálltak a diktatúrával. Az ünnepség keretében nekik állítottak emléket Ungár József emlékművével, amelyet dr. Kontrát Károly államtitkár és Keszei János polgármester leplezett le. Majd a történelmi egyházak lelkészei szentelték meg. A büszkeségpont pályázat keretében megszületett emlékmű Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása. Az ő élete, ahogy a forradalom is erőszakosan vérbe lett folytva, ez az oszlop nem eltörött, hanem megszakad, és ahogy itt hallhattuk a megemlékezés során, innentől kezdve folytatódik a megemlékezés, és ezek a kezek a megemlékező kezek, amik feltartják, hiszen ahogyan hallottuk, Ungár József sírhelye sem ismert, ebből kifolyólag ez a mai ünnepség és szoboravatás egyben egy szinte egy újra temetésnek is minősült. A balatoni fiúként ismert Bata Ferencet, Ungár Józsefet, Turi Istvánt, Tolner Istvánt, Hatvári Hugót és Kuti Gábort 1953-ban ítélték el. Bűnük az volt, hogy felvették a kapcsolatot a nyugattal és fegyvereket gyűjtöttek. Bata Ferencet és Ungár Józsefet kivégezték. Egyikük 18, a másik 20 éves volt. Társuk, a szintén halálra ítélt, majd kegyelmet kapott Hatvári Hugó Jenő, így emlékezett a síralomházban töltött időre. A legnagyobb borzalom mindig az volt, hogy nekünk végig kellett hallgatni azt,
amíg kinyitották az ajtót, amikor megjelent az őr, amikor kiszólítottak valakit a cellából az éjszaka idején, és tudtuk azt, hogy most valakinek ütött utolsó órája. Hallottuk, ahogy ácsolták a bitófát, hallottuk, amikor összerámoltak, beindítottak a nehéz dízel motorokat, hogy elnyomják a hangot, és nekünk ezt minden kivégzéskor, minden alkalommal végig kellett hallgatni. Hatvári Hugó elmondta, amikor ő kegyelmet kapott, köhintéssel jeleztek egymásnak a séták idején. A negyedik vasárnap hiába köhögtem, az ablak örökre néma maradt, emlékezett vissza. A rendezvényen a város vezetése Ungár Józsefnek a posztumusz Balatonalmádi város díszpolgára kitüntetést adományozta, melyet az egykori cellatárs vett át. A rendezvény zárásaként az önkormányzat, a helyi intézmények, civil szervezetek és pártok helyezték el a megemlékezés koszorúit az emlékműnél. Balatonfűzfőn a Vágfalvi Ottó Művelődési Központban emlékezett az ünneplő közönség a 60 évvel ezelőtti forradalomra és szabadságharcra. Köszöntőt Debreceni Zoltán festőművész mondott, aki hiteles szemtanúként idézte fel az átélt történelmi eseményeket. Kisfiú volt a forradalom idején, így emlékezett most. Bebújtunk a biztonságot jelentő vasbetonfödén alá. A nagybácsik akkor már a határ felé vették az irányt, mi maradtunk a nagyszüleimmel a házban. Amikor ropogtak a kalasnyikovok, lőttek a tankok, a család nagyon összehúzódott. Gyertya égett az asztalon, és a szokásostól eltérően mackóban kellett aludnom. Szüleim föltekerték a szőnyegeket, valamire készültek. A forradalmi napok élménye ma is élénken él emlékezetében. Poharak csörömpöltek a kredencben, félnem kellett volna, de a szülők biztonsága fontos volt, és ezzel a biztonsággal aludtam el a pokoli zajban. Másnap reggel furcsa csend volt a városban. Végezetül emlékezése befejezéseként békességet kívánt a mai élőknek. Gyerekeinknek, unokáinknak azt kívánom, hogy ezt a élményhalmaz soha ne ismerjék meg. Kívánom, hogy mindig legyen az asztalukon jó kenyér, jó magyar étel és biztonság, békesség. Tiszta voltál, büszke, vad. Nem adtad egy könnyen magad. Az ünnepi műsorban közreműködött Hatás Andrea és Szeles József színművészek. Nézzétek ezt a száj! Kenyére és csókra és szóra született, mint a tiédnek. Ez a két szem nézni és nevetni szeret, és látni tanult és sírni szokott, mint a ti szemetek. És álmélkodik reggeltől estig, mint ti, és Plátó és a kisgyerekek halljátok. A szívem hogy pihen. Hallgassátok és megértitek, hiszen ő is, mint a ti szívetek, 9 hónapon át pihegett. Az ünnepség zárásaként elhelyezték koszorúikat a városvezetők, a helyben működő pártszervezetek és a civil szervezetek képviselői az 56-os áldozatok emlékterén az országzászlónál. Litéren a Hősi emlékműnél tartották az 56-os ünnepséget. Az esemény szónoka Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke volt. E nap eleinknek az elnyomás és a terror elleni magasztos küzdelmére, a szabadságért vívott harcára emlékeztet. Most 60 év távlatából látszik igazán a forradalom történelmi jelentősége, kezdte a szónok. A békjótól mentes függetlenségért küzdő hősöket magasztalta, akiknek köszönhetjük, hogy ma szabadságban élhetünk. A szabadságért vívott harc bennünket, utódokat is kötelez arra, hogy óvjuk az azóta kivívott jogainkat, a szabadságot, a nemzeti függetlenséget, és éljünk a szabad véleménynyilvánítás jogával is. Most
október elején a népszavazásnak emiatt is jelentősége volt, hiszen a voksolók 98%-a fejezte ki és erősítette meg szándékát, kimondva egyetlen külföldi intézmény erősen korlátozhatja hazánk területi egységre, népességre, államformára és állami berendezésre vonatkozó rendelkezési jogait. Mi a szabadságunkat, a hazánkat soha nem ajándékba kaptuk. Senki ne várja azt tőlünk, hogy most egy brüsszeli parancsra átadjuk olyanoknak, akik nem is tisztelik kultúránkat és a történelmünket. 1956-ban álom volt, hogy személyi igazolványjal utazhassanak Európa szerte, szabadon kinyilváníthassák véleményüket. Ma már ezek természetes dolgok, de nem feledhetjük, hogy ennek alapjait az 56-osok tették le. Ezért is példaértékűnek tartom, hogy Litér idén más programok mellett rajz- és verspályázattal is megemlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról, megszólítva ezáltal az alsós és felsőskorú iskolásokat, továbbadva 56 szellemiségét. Ennek fényében készült a megemlékező műsor is, hisz annak aktív szereplői voltak az iskolások. A Forradalom krónikája címmel Felföldi Gábor rendezésében a Tit Váci Mihály Irodalmi Színpad, a Református Általános Iskola 8-osai, a Szárazág, Kertész Dóra és Baksa Kata közreműködésében színes műsort adtak. És ha egyszer rajtam lánckerék taposna, haladtam a föld is, sírva beomulna. Már oly kevés a szemtanú. Kidőlnek sorra, mint a fák, s mikik naponta őt idézzük, szenvedésük és kifolyt vérük nyomán hittel megyünk tovább. Nagy városokban, végtelen mezőkön a dala zeng és zúgni fog örökkön, míg minden bálvány porba omolít. Munkásdiák egyet akar, jöjjön velünk, aki magyar! Munkásdiák egyet akar, jöjjön velünk, aki magyar! Az est koszorúzással ért véget. Az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek helyezték el az emlékezés virágait az 56-os áldozatok emlékének állított kőnél. Litéren már az ünnepi megemlékezés előtti napokban különböző programokkal készültek nemzeti ünnepünkre. Ennek keretében került sor a versíró pályázat és a rajzverseny elbírálására. A helyi iskolások szép számmal neveztek, szüleik és tanáraik segítségével kifejező módon ábrázolták életkoruknak megfelelően az általuk elképzelt történelmi eseményt. A művelődési ház előtere is ünnepi díszbe öltözött az október 23-a előtti napokban. Néhány héttel korábban hirdettek kétféle versenyt a gyermekek körében, most elkészült rajzaikból és verseikből állították össze ezt a kiállítást. A versíró pályázat során a megadott szavakból, kifejezésekből kellett rímes, tartalmas sorokat alkotni. Megfogalmazódott az elkészült versek mindegyikében a béke igénylése, valamint a kor hangulatának jellemzése. Égő szívünknek reményvirága, hol vagy szabadság, gyere a mába. Harcoltunk, küzdöttünk érted, s ha kellett, visszaszereztünk téged. Jöjjön hát béke Magyarországra! Induljunk még ma a csatába, hogy utódaink boldogan éljenek. Tegyünk hát mi is, és fizessünk vérrel. Megosztott első díjat kapott Babai Rózsa Angéla 7. és Zavada Bianca 5. osztályos tanuló. Arra gondoltam, hogy a szabadság érzett a szívünkben, hogy például Petőfi mit érezhetett akkor, amikor kiállt az emberek elé, és hogy egy buzdító szöveg, hogy hogyan lehetne buzdítani, és hogy küzdjünk, harcoljunk a szabadságért. Ugye nagypapámtól megkérdeztem, hogy mire emlékszik az 56-os forradalomra, és ő elmesélte nekem, hogy ugye első osztályos volt, és hogy mi történt akkor.
és e szerint született a versem, mert szerintem jó, hogyha egy gyerek a nagypapájától tud kérdezni dolgokat, amikre ő emlékszik, és mi nem élhettünk át. És a nagypapám szívvel szeretettel mesélte nekem, hogy ezt meg tudjam fogalmazni, és ő is segített benne. Ebben nagyon sokat segített nekem, hogy meg tudjam írni. A versírók mellett rajzos pályázók is voltak szép számmal. Ezek a kis alkotások jelzik, hogyan képzelték el a tanulók a forradalmi időket, illetve a nagyobbak már tanulmányaik alapján is kifejezésre jutották 56 üzenetét, természetesen a mai generáció látásmódja szerint. Az eredményhirdetés során értékelést is hallhattak a résztvevők, a pályázók és az őket elkísérő szülők. A felsősöknél előnyben részesítették a részletgazdag kidolgozottságot. A nyertes Vejce Dorina 6. osztályos tanuló lett. Milyen lehetett régebben, hogy így apukám is sokat tudott a tankokról, meg szoktunk néha így építgetni is így ilyen tankokat, és hát gondoltam, hát akkor forradalomról apa mesél nekem, akkor én miért ne rajzolnék arról. Több napomba is telt, szóval ilyen egy-két napba nagyon nehéz volt. Apukám néha magyarázott is közben, hogy hogyan rajzoljam le, de valamit nem is tudtam, hogy hogyan kell, és azt a vázlatokat rajzolt nekem, megmutogatta. Az alsósok munkái is elnyerték a zsűri és a kiállításra érkezők tetszését, megjelent a vérvörös háttér, a precízen ábrázolt tank, és látszódott, hogy megragadta a legkisebbeket is a téma. Első helyezett lett Luka Rebeka, 4. osztályos tanuló ebben a kategóriában. Külön díjakat is kiosztott a zsűri, egy plakáttervet, a viharvert pesti utcarészletet a színek használata miatt, valamint egy sajátos nézőpontból készült kompozíciót is. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányság ünnepi állománygyűlést tartott nemzeti ünnepünk alkalmából, amelyen a kiváló teljesítményekért kinevezésekre és jutalmazásokra került sor. Veszprém megye főkapitánya kiemelkedő munkája elismeréseként 2016. november 1-i hatállyal kinevezte a Balaton-Almádi rendőrkapitányság megbízott kapitányság vezetőjét, dr. Lincmájer László rendőralezredest kapitányságvezetőnek. Tárgyjutalomban részesítette a Balaton-Almádi rendőrkapitányság állományából Kis Anna Mária rendőr főtörzászlós bűnügyi vizsgálót, Gibicsár Tamás Róbert rendőr törzászlós körzeti megbízottat és Kenész Tamás rendőr törzászlós baleseti vizsgálót. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat. Nemzeti ünnepünk, méltó megemlékezések térségünkben. Vers és rajzpályázat litéren. Rangos kiállítást a művelődési házban. A híradó után kistérségi magazinunk következik. Benne a Balaton-Almádi, majd a litéri ünnepi megemlékezésekről készített hosszabb összeállításainkat láthatják. Ezt követően Hatvári Hugó Jenőnek a forradalmi időkre történő visszaemlékezéseivel zárjuk műsorunkat. Felhívom figyelmüket az elérhetőségeinkre, a képernyő alján olvashatják. Internetes oldalunkat is keressék, ott visszanézhetőek az anyagaink. És természetesen a Facebookon is megtalálhatóak vagyunk, ha tehetik, csatlakozzanak közösségünkhöz. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken jelentkezünk. Maradjanak velünk, a viszontlátásra!